és úgy hangoltam az egész... Na szervusztok gyerekek, üdvözöllek titeket! Itt vagyunk egy... Jaj! Itt vagyunk egy újabb videóban, amiben HMM Sim 2-zni fogunk. És ha már ilyen rég volt M3-as metrós videó HMM Sim 2-be, mondom rá, csináljunk még egy M3-as... Még egy M3-as metrós videót. A középső szakasztól elbúcsúztunk. Nem tudom, melyik szombaton. Úgyhogy most meg akarom itt HMM Sim 2-be örökíteni a középső szakaszt az M3-as metróba. Ugye jelenlegi Pandával, ugye persze, mindig Pandával megyünk, úgyhogy... Kőbenyek Kispest van rá kiírva, de... Ez csak a Nagyváradtérig megy. Ja, ugye a Leheltértől a Nagyváradtérig megyünk. Hát... már picit késünk, úgyhogy ide is ugrunk a Lehel térre, ezt mindjárt indulunk, 27-kor, úgyhogy ügyekszünk gyorsan. Hát kéne egy ti, kéne egy ilyen, de... Azt az a baj, hogy kéne oda egy ilyen ti csöngő, mik az ajtókat becsukjuk. Mikor megnyomjuk az ajtó gombot, és akkor itt elkezd ti-ti-ti-tízni, és akkor én azt a pandát akarnám megszerezni. Meg legalábbis letölteni, ha valaki megadná. Ha valakinek megvan, mondjuk rá a linkje. Ha megadná a linket, akkor nagyon-nagyon megköszönném, és arról is lenne videó. Tehát mindjárt odaérünk a nyugati pályaudvarra. Hát 45-re szórakozunk, megtartjuk a 45-öt. Meg is érkeztünk. De az a baj a pandának, hogy itt hátul, tehát ugye látjátok, hogy itt van ez. Ez éppen nem a hátulja, hanem körülbelül úgy ez lenne. Na várjál. Körülbelül ott látjátok, hogy írja, hogy várjátok. Ott ír egy Kőbánya Kispest. Az lenne a hátulja, de ezt az utolsó kocsit azért megcserélték. Várjál, megcserélték ezt az utolsó kocsit véletlenül. És ez nekem nagyon-nagyon nem tetszik, hogy megcserélték. De kit érdekel ez, hogy megcserélték vagy nem? Na, induljunk az Arany János utcára. Az Arany János utca következik. Legalábbis a Deák Fenesztérre indulunk, mert ugye az Arany János utcánál nem állunk meg. Persze. Mert ugye igazából se áll meg a metró, úgyhogy ja, akkor itt se állunk be. Egy picit azért szabálytalankodni fogok. Azért, mert én nem állunk meg az Arany János utcán, és itt az információs panel, ott a méternél ki fogja írni, hogy túlmentünk egy, mit tudom én, 110 métert túlmentünk, és akkor igen. Már itt lassítunk, hogy szépen át döcögünk az Arany János utcánál.
Szóval, hát itt megyünk szépen. És akkor... Arany János utca. A Deák Ferenc tér következik. Átszállhatnak az M1-es és az M2-es metróra. The next station is Deák Ferenc tér. Change here for Metro Lines M1 and M2. Nem álltunk meg az Arany János utcánál, úgyhogy majd a Deák Ferenc térnél oda ugrunk. Azt a Ferenciek terén is túlmegyünk, úgyhogy... Deák Ferenc tér. Itt vagyunk a Deákon, ide ugrottunk. Hát túlmentünk az Arany János utcánál, de legalább megmutatom itt a középső szakaszt. Ilyen állapotába. Mindjárt mutatom, csak... Ugye ne feledkezzünk meg itt a mozgó lépcsőkről. Meg itt írja, hogy M2-es metróvonal, déli pulcs az orvos vezérterje, és akkor meg a bla bla bla. És akkor... Picit, várjatok. Itt is van az a Deák Ferenc tér. És ne feledkezzünk meg ezekről itt a... ezekről a betűkről itt, amik itt vannak, ilyen kis... Hát nem tudom mik, ilyen össze-vissza gagyi, hogy is hívják, ok, nem tudok. Alicsoda angolul ír valamit, de nem tudom. Még ott a Deák tér, ott van a tábla, úgyhogy szerintem üljünk ide. Na induljunk. Lassan fogunk menni, úgyhogy lassan megyünk, ugye ez Ferenciek terén is. Hát ott nem állunk, ugye meg fogunk állni, csak nem nyissuk ki az ajtókat. Az Arany János utcát, ezt őszintén megmondom, nem annyira szeretem. Mert meg ugye nincs is annyira érdekesség benne, úgyhogy azért nem akartam megállni. És legalábbis ha most jönne a Calvin tér, persze. A Ferenciek terét mondja. Mert itt még nem, nincs megcsinálva úgy, hogy túlmegyünk az Arany János utcán, túlmegyünk a Ferenciek terén. Ferenciek tere, a Calvin tér következik. Átszállhatnak az M4-es metróra. Itt van a Ferenciek tere. Így néz ki a Ferenciek tere. Kábinon az tuti meg fogunk állni. Bocsánat, hogy ezt játszom, hogy nem állunk meg itt, nem állunk meg ott. De most bocsánat, hogy ezt játszom, de... Ez is tényleg így volt, ameddig el nem kezdték felújítani. Így volt. Így. Na akkor... Gyorsan. Na itt vagyunk a Calvinon. A Calvin tért is. Itt megnézzük. Itt vannak az ülőkék. Meg így néz ki a Calvin. A
Igen. Akkor induljunk is. Induljunk. Legalábbis most, amikor mielőtt felújították volna rá egy pár, legalábbis mikor átadták az északi szakaszt, elkezdték a déli szakaszt, és akkor ugye a déli szakasz közepénél elkezdték itt a javítgatni itt az állomásokat a középső szakasznál. Elkezdték javítgatni a Corbin negyeden megállunk, és akkor majd ott fölteszem a telefont a tűtőre, vagy átmegyek a szobámba, és akkor igen. És rá egy ugye, akkor déli szakasz közepén, mikor újították, a déli szakasz újítása közepén, elkezdték vizsgálgatni itt a középső szakaszt, elkezdték vizsgálgatni itt a, hogy is hívják, a középső szakaszt. Viszem a tűtőt, és akkor ugye azzal kezdték, hogy az Arany János utca meg a Ferenciek terét, ezt elkezdték ugye lezárni, és akkor is akkor elkezdték felújítani. Aztán meg rá egy jó pár hónapra elkezdték felújítani a Corvin negyedet, ahol most állunk. Elkezdték újítani a klinikák állomást, azt is elkezdték újítani, úgyhogy azokat is elkezdték újítani, úgyhogy hát ez volt, hát ilyen a HMM Sim 2-es vezetőfülkéje ennek a pandának. Na, induljunk el, mert már többet várunk. A klinikák állomás következik. Na most jön a klinikák állomás, amiről az elébb beszéltem. Jaj, ugorjunk csak vissza a Corvin negyedre. Nem is néztük meg, mert itt el voltam foglalva a telefontöltése. És itt még el van, és itt még Ferenc körültet ír. Úgyhogy... nem baj. Anya itt bejött, és akkor azért stoppoltam le. Nincs mindent, el kell áruljak. És akkor így néz ki a Corvin negyed. Hát ezt is sajnálatosan lezárták, ahogy az elébb mondtam. Elmondtam szépen szóval. Lezárták ugye a Corvin negyedet, úgyhogy amiről az elébb beszéltem, és akkor ez van. Meg ott van a tájékoztató, és a budapesti tájékoztató. Hát itt ugye azt ír a kőben, a Kispest felé menjünk, és a Nagyvárad tér felé menjünk. Na, indulunk a pandával. Na, ott megy el a panda.
Hát... Ferenc körút, klinikák, Nagyvárad tér, Népléke, Ecserét, Pöttyös utca, Határút, Kréványa. Hoppiré. Milyen Calvin? Összekeverem a klinikákat meg a Calvint. Na, de a klinikák más volt a kedvencem, meg ugye most is a kedvencem. Mert ilyen kis szép sárga az egész állomás. Az egész állomás, ilyen, ott is van ilyen iroda. Meg még... Itt van egy, így néz ki a klinikák. Klinikák, ugye? Hát így néz ki. Bocsánat, a háttérben apáik beszélgetnek. Kijárat, exit, hát így néz ki a klinikát, na induljunk. A Nagyvárad tér következik. Az ajtók a bal oldalon nyílnak. És a Nagyvárad tér végállomás jön. Hát... Aztán a végállomáson elkezdem itt mondani angolul is a szöveget, meg a többi. Angolul is elkezdem mondani, meg a végállomást is elkezdem bemondani. Azért bocsánatot kérek, hogy itt elkezdem bemondani majd az angol szöveget. Hát így videóban nem annyira tudom az angol szöveget... Hogy is hívják volni, mondani. Ó, oda élik a, hogy is hívják a. Az áramszedő a sínhez. A budapesti metróknál itt van egy ilyen kis áramszedő, amit szedi az áramot. És így árammal működik a budapesti metró. Picit, tehát így nézzünk be legutoljára a belsejébe a metrónak. És... Hát beérkezünk a Nagyváradra, és akkor nézzük meg majd a Nagyváradat is. Hát igen, csak az még egy picit, de azt még megmarad az egy végállomásnak majd. Na szóval, de itt van a Nagyvárad, igen a Nagyvárad térje persze természetesen, így néz ki. A régi metró, azt a régi metrót is már leselejtezték, arról még nem csináltam videót. A régi metrókról. Amúgy csak fogok csinálni. Szóval, hát már kész a régi metrós korszak. Úgyhogy ott van az a... Micsoda? Nem tudom micsoda. És tudom, hogy mi. Az jelöli amit az előbb mutattam, az a záramszerűnek a felsőségét. Az. És akkor így néz ki a Nagyvárad, a pári, hoppi, pi, pi, pi. Ilyen pi, 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 ízek itt. Itt van a lépcső. Hát így néz ki a Nagyvárad. A régi meg az új. A metróval. Ezt így lefotózom. Oké. Okay.
Hát ezt most fél fogom tölteni a YouTube-ra, hogy ez egy elbúcsúzunk a az M3-as hetről középső szakaszától. Ugye 3M2 elbúcsúzó. Nem olyan. Az lesz, hogy elbúcsúzunk a középs, az M3-as, na. Az lesz a szíme. Elbúcsúzunk az M3-as metró középső szakaszától 3M2-be. Oké, most nem az a 3M2-be búcsúzunk el, nem igazából. Ugye most itt nem bírok elmenni itt Budapestre, és akkor ott fölösleges elmenni oda Budapestre, azért csinálok egy videót az M3-as metróról, azért elmenni oda Budapestre. Mert amúgy is már lezárták a középső szakaszt, úgyhogy amúgy sem mennék el Budapestre mondjuk rá, ha... Na mindegy. Hát ilyen a Nagyvárad tér, itt a bent álló pandával, és az mindjárt elmegy egy panda, de az elmenő pandával búcsúzom tőletek, sziasztok! Change here for regional and national buses.